Tessék! Jó napot kívánok! Jó napot! A ragyogtató licencemet jöttem megújítani. Sziasztok! Lakatos Riárnak hívnak, de röviden csak Rikó. Professzionális raj vagyok. Kérem az igazolványát. Foglalja a helyet. Nos, újra kell tenni a vizsgát. Micsoda? Hogy vagy? 21 évesen tette le a rajvizsgát, így van? Igen, igen, akkor 21 évesen tettem le a vizsgát. És ahogy látom, 20 nap múlva lesz 30. Igen, de mi köze van a születésnapomnak ahhoz, hogy újra kell tennem a vizsgát? Az új rajtörvény szerint mindenkinek meg kell ismételni a vizsgát, ha az életkora elérte a 20, 30, 40 éves kort. Illetve 50 év fölött már vajdasági teszt szükséges. Hát, erről a törvényről én lemaradtam teljesen. Attól még a törvényt be kell tartani. Rendben legyen, de mégis mit kell tennem ahhoz, hogy tudja, raj maradjak? Ahogy látom, sok mindent. Más dolgok számítanak rajnak egy 30 évesnél, mint egy 20 évesnél. Ezért a teszt is más. Aha, értem. Pillanat. Ahogy látom, S plusz értékelése van, és maga egyike a híres oktatóinknak. Ezért van egy olyan lehetőség, hogy a sima vizsgá helyett elég egy gyors teszten átmennie. Elmondaná, hogy mégis miben más ez a gyors teszt, mint a standard normális vizsga? A rendes vizsgán 60%-tól van meg a licensz, de 4 hétig tart. Míg a gyors teszt 7 kérdés, 70 másodperc, de nincs hibázási lehetőség. Érdekes. Mikor lenne ez a teszt? Akár most is leteheti. Rendben, leteszem most is, ha lehetséges. Miért is ne? De ha megbocsát, előtte kimehetnék a mosdóba? Rendben, menjem. Megmutatom én neked, hogy ki a raj. Akkor kezdjük. Nos, ahogy említettem, a teszt 7 kérdésből áll és 70 másodperce van rá. Ha egyet is hibázik, megbukott, és csak egy év múlva próbálkozhat újra. Értette? Igen, kezdhetjük. Akkor kezdjük is. Első kérdés. Mi a jelentése a raj mozaik szónak? Könnyű. Romák, akik jók az ágyban. Helyes. Jöjjön a második. Kisgrafó bolibáró, vagy kisgrafó lakkóma? Nem dőlök be. Márió Lajosan. Ez is jó. Soroljon fel ötféle ingallért. Spread, azaz nyitott orosz gallért, club, azaz a lekerekített, wingtipa vagy a smoking, és ott van még a katövé, ami a széles lenyesebb. Szép, szép. Most pedig mondjon három karanténos csajozós dumát. Ez most a koronavírus? Hogy te vagy ilyen lélegzetre állító. Hé, Tito, nem jössz el? Ha megállítanak, kifizetem a büntetést. Ami a világjárvány idején is a legjobban megfertőz, az a te mosolyod. Rendben, elfogadom. Következő ötös. 2020-ban maximum hány gram arany elfogadható erre? Na nézzük. Mivel 30-ban lépek, ezért kevesebb meg kell lennie, szóval... Öcsémnek oda 50-et. A magasságon 150 centi. Beléptem már a 90 kilóba, a testemben mindegyesen 26-8-50, szóval azért kellene rajtam kis aranyat. De még mindig sokkal, odadok anyunak ki, és barnak az acibe, legyen pénzem, legyen 100! Francba, ez is jó. Mit mondod? Semmit. Reagáljon a következő rajszótárban megtalálható kifejezésekre. Cinjutsu. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Balvin Barbi. Mi a pálya? Nem akarsz megtanulni Lováriót? A bátya tudja. A legendás tánc mozdulat. Az összes helyes. Jön az utolsó kérdés, de figyelmeztetem. Ezt elrontja, megbukik. Igen, igen, siessen, tegye fel. Nos, az utolsó kérdés. Mondja a definícióját a díszcigány szónak.
és nevezzem meg egy ilyen személyt. Megvan. Olyan egyed, aki érzelmileg instabil, hatalmi pozíciójával egyáltalán nem él. Komplex sokkal tele van, felettesének ki van téve, és fehér akar lenni, aki nem más, mint farkas. Vége. Sajnálom, letelt az idő. De nem is nézte az óráját. Fejben számoltam. Honnan tudta, hogy vége? Nagyon lassan tette fel a kérdéseket. 70 másodperc volt, sajnálom. Amúgy nem vagyok elégedett ezzel a procedúrával. Valahogy tudok fellebbezni? Persze, a miniszter úrnál, ha fogadja. Ismerem a Tibit, úgyhogy beszélek majd vele. Találkozunk, és akkor nem fogod így nevetni. Rama, rama, rama.